És akkor ígértem önöknek egy prima balerinát, és ima a prima balerina, eső, parkolóhely, minden megoldva, kezi csokolom, jó reggelt kívánok. Hát nem világos, hogy a Covid itt van, vagy nincs itt, megy, vagy nem megy, de a Margit-szigeti szabadtéri színpad nyit. Hogy fogja ezt megoldani Covid ügyileg? Június 3-án szeretnénk nyitni, és azt követően pedig egészen szeptember közepéig, mint ahogy már volt lehetőségem itt Péternél ezt beharangozni, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a tervek valóra is válhatnak. Erről részletekről és arról, hogy mi lesz a program, nézzék hirdetéseinket, és meg fogják látni, és ne maradjanak le róla. Ezzel nem szeretném ezt eladni, mert már majdnem nem lehet jegyeket kapni. Igen, tessék folytatni. Igen, a Covid és a Margit-sziget. Azt gondolom, hogy így ez a két dolog nagyon-nagyon szorosan összefügg, hiszen a Covid jelenléte jelen pillanatban, és ugye lassan most már másfél éve, jó egy éve megnehezítette mindenkinek az életét. Egyrészt a munkalehetőséget, a munkához való jutást, a munkában való örömöt és részvételi lehetőséget. És itt a művészek tekintetében azt gondolom, hogy ez elég szomorú, hiszen az ő közegük az, amikor a közönséggel együtt találkozhatnak, és élő előadásokban, koncertekben kifejezhetik, átadhatják azt az élményt, amely bennük szunnyad, hiszen a művész egy interpretátor, ami különböző érzelmeket vált ki, közvetít, segít feldolgozni a hétköznapjainkat, szóval most nem akarok nagyon mélyére menni ennek a történetnek, de végül is ők is munkás emberek, tehát ebből élnek. Fizikai munkát végeznek, mert mondjuk maradjunk annál, ami az ön eredeti foglalkozása, hát nem könnyebb, mint bányásznak lenni. Például egy ilyen másfél éves színpad nélküliséget egy művész, egy balettáncos, hogy tud túlélni? Hát nagyon érdekes. Fizikailag, mert rákcsálunk a tévé előtt, aztán jönnek a kilók. Hát nagyon nehéz, ugye főleg a balettművészeknek, mert ugye kötöttek a balettteremhez, meg az együttlétekhez. Tehát ugye egymagában egy művész persze szóló szerepeket próbálhat, de a konyhában erre nincs lehetőség. Láttunk nagyon helyes videókat egyébként, valószínűleg, hogy többen követték a különböző közösségi oldalakon, hogy éppen főzés közben, vagy a nappaliban, vagy a kutyasétáltatás közben a teraszon előfordul az, hogy egy balettművész különböző tréningeket tart, és hát ez sajnos nem pótolja azt, amikor egy nagy teremben a nagy ugrásokat, a nagy forgásokat, tehát azokat a technikai dolgokat át kell, hogy vegye nap, mint nap. Tehát a balett szakma az, ami ugyanúgy, mint az összes többi, akár művészeti ág, bármi, amely interpretálja azokat a tehetségeket, amelyeket Istentől örökrünk, vagy azokat a tehetségeket, mert hozzátanulunk, ezeket karban kell tartani, és a karbantartás feladata az nem a művészi része, hanem az már akkor, amikor a művészi produktum létrejön, így van, az a bánya része, amikor a művészi produktum létrejön, akkor a művésznek az a feladata, hogy elhitesse a nézővel, a közönséggel, hogy ez egy természetes dolog, hogy ő ezt tudja. Hát ez nem egy természetes dolog, a természettől kaptuk ez részben. Ez vérizzadás. Ez egy vérizzadás, hogy létre tudjon jönni, és a közönség azt érezze, hogy ő is szárnyalni tud a hattyúval, vagy ő is tud együtt énekelni a Toszkában a főszereplővel. Tehát ezt a tudás szintet elérni, emögött igen, nagyon komoly munka van, és ez egy munka, ez egy feladat, amiért fizetség jár, és ha ez nincs, akkor azok az egzisztenciák, amelyeknek ez feltétlenül szükséges, a családjuk, a saját maguk fenntartása érdekében, ezek bizony meg tudnak picit roppanni. Szóval, de én azt gondolom, hogy optimisták vagyunk, és a június 3-ai nyitással itt több száz embernek adunk lehetőséget. Amennyiben ilyen jól haladnak az átoltások, amennyiben tényleg mindenki komolyan veszi azt, hogy most mondjuk azt, hogy talán 40-50% körül járunk, hogy be van oltva Magyarország lakossága. Én azt gondolom, hogy a másik 50-nek is szüksége van az oltásra. Mégpedig azért, mert közvetlen élményeim, vagy rossz élményeim vannak avval kapcsolatban, mind munkatársaim, mind pedig a család közeli hozzátartozói részéről, hogy bizony ez a betegség, ez senkit nem tud kimélni, se kortól, se kondíciótól nem függ,
és nem lehet tudni, hogy éppen hol bujkál és hol ugrik ránk ez a szörnyűség, és ki milyen védettséggel, vagy egyáltalán milyen lehetősége van az adott szituációban, milyen erőlétben van, és az hogy vészeli át. És akinek kevésbé vészeli át, ott is láttam olyat, viszont hogy ez a post-covidos gyógyulás, ez bizony hetekig, hónapokig eltarthat. Felelősek vagyunk magunkért, és ez az a kollektív felelősség, amikor magamért kell csak odaállnom az oltásra, és attól már egy egész kollektívát segítek meg. Most nem ön kell, hogy keresse a fellépni vágyókat, hanem azok keresik önt, mert hosszú szünet után mindenki végre az életet jelentő színpadon szeretne lenni. A mostani műsort az valami olyan, mintha egy új színházat nyitott volna meg, és de la crème, csupa olyan dolgok, amit lábon el lehet adni. Igen, hát nagyon minden évben nagyon igyekszünk olyan exkluzív dolgokat a Margit-szigeten, a színházban színpadra állítani. Operáktól, musicalig, balettektől, nagy szimfonikus koncertekig, most így a könnyűzene területen is, ami exkluzíve jelenik meg a Margit-szigeten. Van ilyen természetesen, számos bemutatónk van. A júniusban, talán korábban említettem, természetesen a Carmen Opera bemutatója van, ezt követően pedig a Kabaré bemutató a Hegedűs a háztetőn, olyan musical nagy balettek, amely olyan musicalek és nagy balettek, és mint Szergej Polunyin is érkezik hozzánk a Rasputyin balettel. Lesz újra augusztus 20-án Bánkbánunk, és könnyű zenei koncertek. Sokan azt mondják, hogy könnyű Bán Teodórának, mert egy saját brandje van neki, az, amit úgy hívnak, hogy Bán Teodóra, ami idehozza a külföldieket, és akkor a szállodák töltöttségét is le tudja aratni, de azelőtt sokkal több játszóhelye volt, most ez van a Margit-sziget. Hogy fér be a Margit-szigeti szabadtéri színpad nézők seregébe az, ami azelőtt több volt? Hát a játszóhelyek tekintetében a játszóhelyek megmaradtak. Ugye a Városmajori szabadtéri színpad és a Margit-szigeti szabadtéri játszik, tehát mind a kettő most is, ebben az évben is, az elmúlt évben is. Hát a Városmajort még csak most szerelik a székeket. Még most szerelik, igen, de ők is június elején indulni fognak egyébként. Már nem az én felügyeletemhez tartozik, vagy üzemműködésem, művészeti vezetésemhez tartozik. Én a Margit-szigettel foglalkozom, úgyhogy igen, nagyon szépen letisztult ez a környezet, ami most nem akarok dicsekedni, vagy ne tűnjön dicsekedésnek, de ez mégis egy 3000 fős nézőtérről beszélünk, ami azt jelenti, hogy olyan színpaddal, ahol nem lehet egy kamaradarabot előadni. Tehát a színpadra állított előadások, művek, ott azért több száz ember megfordul nagy szimfonikus zenekarokkal, ami hát a költségek tekintetében nem hasonlítható össze egy Városmajori kapacitáshoz, vagy igényhez, ami ott megjelenik. Én nagyon szerettem a Városmajort egyébként, mert hogy nagyon érdekes módon kiegészítette a nagyot a kicsit kisebbel is, és ez egy jó játék volt, hát most működik tovább természetesen, és én nagyon bízom benne, hogy ettől függetlenül, hogy más vezetéssel van a Majornak, meg a Margit-szigetnek, azért nem vagyunk egymásnak konkurenciái egyáltalán, és nagy valószínűséggel a közönség pontosan tudja, hogy melyik színházban. Tehát tud válogatni, ez eddig is így volt. Tehát nagyobb a kínálat. Nagyobb a kínálat. Tény, hogy a Margit-szigeten most itt egy kicsit én felbuzdultam azon, hogy már csak a Margit-sziget időzőjelbe téve azt gondolom, hogy de mégis európai szinten azért a Margit-sziget az egy jegyzett hely ma már a művészeti kulturális fesztiválok. Több nemzetközi televíziótársaság érdeklődik azért, hogy megörökíthessék az ott történteket. Sikerül-e megállapodni velük? Jelen pillanatban tényleg valójában van érdeklődés, hiszen a külföldi fellépők hozzák magukkal a figyelmet a budapesti, de az idei évben valószínűleg, hogy ez nem fog realizálódni, de nagyon bízom, hogy a következő években igen, és arra viszont nagyon vigyázunk, hogy nagyon minőség, tehát mindig a minőség a legfontosabb, tehát hogy nem szabad alá menni semmilyen kompromisszumnak. Prima balerinától ezt is várjuk el, aki egy isteni tehetség, és csak
szuper teljesítmények kellenek. Sajnos beszélgetési időnk lejárt. Kedves nézőim, ígértem, megkapták egy igazi prima balerinát, aki arról gondoskodik, hogy önök igazi művészetet kapjanak. Nem holmiféle haknikat, ugyan a színészeknek hakni is kell, de egy ilyen hosszú szünet után maximális teljesítményt követel meg mindenkitől, nem csak önmagától, mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és már is érkezik Szabó György, tartsanak velünk!